Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem egy olyan ember, aki augusztus 9-én született, most töltötte be a 70. életévét, és nagyon-nagyon sokan megköszöntötték, hiszen Székesfehérvár és az ország közéletének egy legendájáról van szó. Vendégem Balsai István. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. És szinte bizonyos vagyok benne, hogy bár rengeteg köszöntést kaptál, de virágot még senkitől sem. Engedd meg, hogy a Fehérvár Televízió munkatársai nevében most virággal köszöntselek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Bár ugye kérdezted az imént, hogy ezt valaki itt hagyta. Igen, minden virágnak funkciója van. Nos, én azt hiszem, hogy amikor azt mondtam, hogy legendaként tisztel téged a város, a megye, az ország, akkor ebben semmiféle túlzás nincsen. Hiszen az az életút, amiről most beszélgetni fogunk, a teljesség igénye nélkül nyilvánvaló, hiszen a nézőknek is mondom, hogy ez a beszélgetésünk első része lesz. De azért próbálunk a mélyére ásni, hiszen olyan fantasztikus ez az életút, olyan sok színű, és olyan sok munkával teli, eredménnyel teli dologról lehet, kell, hogy szó essék, hogy szép lassan haladunk. Kezdjük talán a születéssel. Devecserben 1947-ben születtél. Devecsér egy kis hely volt. Amikor nyiladozik az értelem, akkor mit tanult egy kis srác arra felé? Hát tulajdonképpen ott volt a kórház, és talán ez a magyar közigazgatás, vagy a születési hely körüli anomália, hogy mi tulajdonképpen Somlóvásárhelyen laktunk. A szüleim oda menekültek el Sárszentágotáról, Fehérvárról, 45 májusa körül a bejövő szovjet csapatok elől. Ott én tulajdonképpen egy apáca zárdában születtem, csodálatos, szép, kastélyszerű épület, amiben legalább 6 különálló szoba volt. Mi egyet laktunk, főleg télen, és nekem nagyon gyönyörű gyermekkorom volt. 6-an vagyunk testvérek, 3 fiú, 3 lány, és mint a népmesében én a legkisebb királyfiként nagyon sokat olvastam, tanultam anyámtól. 3 éves koromban a öreg néne őzikéjén, apám vadász élményein, és a bátyáimnak a, hogy mondjam, a terelgetése közepette nőttem fel. Én boldog ember vagyok, hiszen bátyám, nővérem, húgaim vannak, és ma is szívesen emlékezem vissza Somlóvásárhelyre, Devecserre is, közelbe volt, és kerékpáron jártunk be. Apám kapus volt még, mármint labdarúgó csapatban is kiváló atléta volt. Maga a hegy, a tornapatak, ami időnként elöntötte ott a környéket, a lépcsős kertet, gyümölcsös kert volt, és volt vagy 500 nyulam, ami a istálló padozat alá befúrt, mindenem volt. Tehát minden, ami természet. Igen. Így aztán nem is lehetett véletlen, amikor a hivatásválasztásnál az erdő került fókuszba, a családban sem. Hiszen a család is ezzel foglalkozott. Igen. Nálunk Mária Teréziáig visszamenően, és őrizzük ezt a családi almanahot, mindenki erdő, kohó és bányamérnök volt, vagy ezzel kapcsolatos koncessziókat kötött. Kapcsolatban álltak az őseim a Cocker Hill-lel, a híres angol feltalálóval, az egyik a Metternich-el bányakoncesszióban üzletelt, a harmadik az Aachen-Dürreni vasútvonalat építette, és aztán fokozatosan jöttek be a porosz királytól, kérte Mária Terézia, hogy küldjenek szakembereket, és gondolom akkor kerültek be Selmec bánya környékére. Az én anyám a Garam közelében született, a nagypapám Selmecbányán végzett, a másik nagypapám pedig bányamérnök volt, és Petrozsény mellett Vulkánban volt bányaigazgató, amíg a
román betörés el nem űzte őket, és akkor Pécs bányatelepre került. Tehát egy erdő és kó bányamérdök dinasztia ez. És akkor mégis miért az erdészet, a selmezbánya vonzása? Hát, még visszaköltöztünk Fehérvárra, 54 körül, bár a bátyám előbb, mert érettségi, tehát gimnáziumba ment, és a nagymama kiadta, hogy itt falun nem lehet iskoláztatni embereket, gyerekeket, és akkor beköltöztünk Fehérvárra, apám is ott kapott munkáját. Az a régi Fehérvár volt. Nekem csodálatos éveim voltak a Petőfi általános iskolába, anyám volt a Piroska néni, a napközjutó vezető, sokan emlékeznek rá. És hát akkor még nem volt Palotaváros, mi a Sejm utcába jártunk ki ebédelni, mögötte a Sárrét volt. Egész más volt. Én játszottam a Dózsa pályán, most is van egy kis salak. Igen. A térdembe. Fölmásztunk a Vörösmati Színháznak a romjaira, kosárlabdáztam a építő Kossuth utcai aszfaltos pályáján, és a József Attila gimnáziumban végeztem olyan tanárokkal, akikre ma is szívesen emlékszem, és útmutatót adtak. Amikor pályaválasztásra került a sor, akkor már a két bátyám Sopronban volt, és ott jó híre volt a balsajaknak. Én dilema előtt álltam, mert hívtak a TF-re, hívtak a Műszaki Egyetemre. Harmadikas középiskolás koromban ifi válogatott, ma úgy mondják, hogy korosztás válogatott voltam, és olyan emberekkel kosárlabdáztam, mint Bogár Pál vagy Somogyi. Igen, hát ez egy nagy nemzedék volt mindenki. Zsíros Tibor. Tehát én felöleltem, nálam 20 évvel idősebbekkel is játszottam, és a végén 20 évvel fiatalabbakkal is. Az más Fehérvár volt, egy kapaszkodó, igyekvő, a háború sebeit gyógyítani akaró kicsi Fehérvár. Ami aztán 65-ben elkezdte a visszatérést, a fejlődést, és akkor talán a 70-es évek elején megindult valami, és ki tudtunk bújni a szocialista nagyvárosok köréből. Tehát de visszatérve az... arra, igen, hogy a pályaválasztásnál én a Cisztereknél, József Attila Gimnáziumban végeztem, és akkor apám nem szokott engem behívni meg, de akkor behívott, hogy én is menjek Sopronba, ismertek engem, hogy elég eleven gyerek voltam, bár hát jó tanuló, jó sportoló voltam minden évben majdnem. De és így kerültem Sopronba, ahol egy óriási, kiváló, igazi egyetemista kosárlabda csapat volt, és az is vonzó volt. Igen, hát az NB1 az mindenütt NB1, és ráadásul akkor sűrű volt a mezén. Ne feledjük, hogy alig telt el 11 néhány esztendő, még Európa-bajnok volt a magyar válogatott, és amikor Zsíros Tibort említetted, és Bogár Pali bácsit, hát ők meg aztán tényleg legendák ma is. Hát ez 65, amikor a Honvéd egyeduralkodó volt, aki a kosárdűrűre nézett, vagy be tudta dobni, az vagy a Honvédba, vagy a MAFZ-ba ment, és ők 20-valahányszor nyertek bajnokságot. De Sopronban kialakult egy olyan társas, akkor még nem voltak zsoldosok, külföldiek, amelyik rögtön második lett, harmadik lett, és ott játszhattam, amikor a Magyar Népköztársaság kupát nyertünk. Ez akkora szó volt, mint ma mondjuk a Körmennek, vagy valamelyik. És ez volt a soproni MAFZ legenda. Igen, MAFZ. Nagyon, nagyon jó csapat 1900, volt, és jó közösség. Igen, 1970-ben végeztél az Erdészeti és Faipari Egyetemen, és utána mégiscsak másfelé vezetett az utad. Az tudatos volt, hogy utána a közútépítő szakmérnök szerettél volna lenni, vagy ez valamilyen kényszer? Akkor az állami meghatározottság erősebb volt, mint ma. Tehát jobban gondozták, hogy mindenki el tudja helyezkedni. De Sopronból főleg elsősorban a jó geodéziai képzés, meg egy kultúrmérnöki képzés volt tulajdonképpen a Erdészeti Egyetemen, hiszen az erdő szetek, vagy az erdőgazdálkodók, azok majdnem mindent önállóan
láttak el az építéstől, a mélyépítésen át a tervezésig. És akkor Bogár Pál főmérnök úrnál apám jó barátságban volt vele, és sikerült a közúti igazgatóságnál elhelyezkedni és végigjárni a Szamár létrát, úgyhogy a végén én lettem a koordinációs főmérnök, de akkor összevonták 83-ban Veszprém megyével, és hát ez nem volt. De nagyon szép 15 év volt. Engedd meg, hogy ebből idézzek egy visszaemlékezésedből. Ott tanultam meg, ha elkezd esni a hó és fúj a szél, akkor menni kell, nincs mese. Ott ismertem meg a megye útjait méter pontossággal, meg az út alatti átereszeket. Van olyan hófogó erdősáv, amit a bátyám tervezett, és engem bíztak meg a megvalósítás felügyeletével. Sok-sok szép emlék. Igen. Csodálatos időszak volt. 10 évig én voltam a megyei hófelelős. És ismerem azt a hófi viccet, hogy mindenre készültünk, de a hóval nem számoltunk. De itt voltak olyan telek, a 64-65-ös, amikor a 8-as úton Várpalota Inota térségében a tankok, azok a letaposott hó alatt lévő személykocsikon és kocsikon jártak. Vagy emlékezetes volt a 86-os tél is, amikor hát jó barátaim majdnem bennmaradtak a hófúvásba, és a melegen járatott gépkocsiban majdnem füstmérgezésben ott maradtak. Tehát igen kemény, nagy hóval járó telek is voltak. Másrészt akkor előre köszöntek a gépkocsi vezetők, meg mindenki a közutasoknak. Tehát más volt a szemlélet, mint ma, hogy ugyanúgy télen, mint nyáron, esőbe, hóba, ma mindenki el akar jutni ugyanannyi időtartam alatt a szélreára, a úti céljához. Akkor egy kicsit más idő, kevesebb volt a gépkocsi forgalom. De nagyon jól emlékszem arra, hogy a elsők lettünk, akkor is ilyen versenyző típusúak voltunk, az útszélesítési programban. Majd kicsit isszuk is a levét, hiszen feketére lett festve néhány út, akkori technológiával, szórt utalappal, a mai 10-10-valahány tonnás járművek tengernyomását, ezek nem nagyon bírják el, de megszélesítettük, íveket korrigáltunk, átereszeket építettünk, és hát az én feladatom a fenntartás volt, amiben az volt a legnagyobb tanulság, hogy a fiataloknak mindig feladatot kell adni. És nekem Bogár Pál főmérnök úr mindig adott feladatot, így a országos burkolatjelfestést, fényvisszaelő táblákat, azoknak az anyagainak a behozatalát én gyűjtöttem össze, és tárgyaltam a fényvisszaelő fóliagyártó cégekkel, itt külföldre is többször eljutottam. Rendkívül sok olyan tapasztalatot szereztem, amit később a forgalomszervezésben, forgalomtechnikában is tudtam hasznosítani. Tehát ez egy sikeres pályaív. Mikor érintett meg a közélet? Hiszen azért ruhatatlanul is egy legendás nevet viseltél, egy tehetséges fiatal mérnökre úgymond nem hagyják, hogy csak a munkájával foglalkozzék, főleg ha van benne affinitás a közélet iránt. Ez mikor történt? 85 előtt Magyarországon már beindult egy kis erjedés. Mind a nagypolitikában, mind a párt már azt az agresszivitását, hogy mindenbe vele szólni kívánt, minden tevékenységbe ő határozta meg, hogy mi legyen a tervutasításban, és ez repedezett. Én nem gondoltam arra, hogy én politikai pályára megyek, viszont összevonták Veszprém megyét és Fejér megyét, és Fejér megye elveszítette az önállóságát, ami nekünk, fiatal mérnököknek mindent jelentett. Azok a tradicionális szakmák, vízügy, vasút, közút, ahol hivatásszerűen kellett dolgozni, ott nem volt 8 óra vagy 12 óra, hanem ha hívott a feladat, kötelesség, akkor úgy neveltek bennünket, úgy állítottak be, akkor menni kellett. És amikor ezt elveszítettük, akkor a Városi Tanács műszaki osztályára nagyon sok barátom, ismerősöm került, és ők hívtak. És a veszprémi főnökeim, akik nagyon rendes emberek voltak, meg a minisztérium is azt mondta, hogy Pista, te úgysem észre, itt születtél, és te a mi fiunk vagy. És ez így is volt.
de elindultam egy tanácstagi választáson, mint utólag kiderült, másik 6 olyan emberrel, akik pártagok voltak akkor. Itt tegyük hozzá gyorsan, hogy soha nem voltál pártag, mármint az MSZMP tagja. Igen. Nem, hát a család neveltetés, a vallásos dolgok, meg hát a család múltja meg elkötelezettsége miatt nem akartam, hogy kinézzenek, vagy kiközösítsenek. Meg hát nem is volt rá szükség, olyan helyen voltam, és ebben szerencsém volt, ahol ugyan én megyei osztályvezetői feladatokat is elláttam, meg arra kineveztek, de és felmerült időről időre, hogy hát be kellene lépni, de erre soha nem került sor, hál' Istennek, mert a főnökeim sem voltak különböző okok miatt pártok. Egy Bogár Pál, egy Tóth Ernő, szerencsém is volt. De ismerték a családot. És amikor a tanácsválasztásra került sor, akkor 81 vagy 82 tanácstagot Fehérváron, és hát az véletlen azt hozta, hogy azok közül, akiket kijelöltek a műszaki, pénzügyi, gazdálkodási, gazdasági területre, azok közül nem kerültek be tanácstagnak, úgyhogy én lettem, és hát ismertek szüleimet is, engem is, és olyanok döntöttek, akik azóta is, meg azt megelőzően is jó barátságban voltam velük, és azt mondták, hogy a Varsely Pisti az jó lenne. De én soha nem politikai feladatként fogtam fel. Hugommal most is beszéltem vele, hogy emlékszem arra, amikor sírva fakadt, és azt mondta, hogy Pistigé, most mi lesz velünk? Ők pedagógiai pályán voltak, meg tanítók, tanárok, és én nem fogtam fel, hogy ez politikai pálya, hanem egy kihívásnak tartottam. Hiszen akkor a költségvetése a közútnak mondjuk 300-500 millió forint körül mozgott, a Városi Tanácsnak pedig 1,5 milliárd forint költségvetése volt, ma 75 milliárd forint, tehát felfoghatatlan. Később ez 3 milliárd forintra megnőtt a Városi Tanács költségvetése, és rendkívül szoros, feszes gazdálkodás között. Ez a 85-től 87-ig terjedő időszak, ez sikersztori az életedben? Hiszen meg kellett tanulni. Egy hódítatlan területre érkeztem. Városi tanácsosul, ha úgy tetszik. Szűz területen. Igen. Egy hódítatlan területre érkeztem. Nagyon sok barátom volt velem egykorú, aki különböző szakmai területeken tartottam velük a kapcsolatot. Olyan műszaki tudást, színvonalat, rálátást képeztek, képviseltek a megyében és a városban, ami a tanácsi területe nem volt meg. Nem a apparátusban, hanem a vezetésben. Voltak olyan helyzetek, hogy a tisztségviselőknek a szóbeli kiegészítési költségvetés az úgy írták meg, és az felolvast. Tehát ez elképzelhetetlen. Neki láttunk egy nagyon fiatal csapattal, először megcsináltuk mindenhol, ezzel kezdtem, hogy a rendezési tervet, hogy legyen egy irányvonal, egy alap, a rossz indulatúak szerint legyen egy olyan dolog, amitől tudjuk, hogy mikor kell, mennyire eltérni. De megcsináltuk a rendezési tervet, és hát egy váratlan szerencse, vagy szerencsétlenség volt, mert a tanácselnök úr megbetegedett, és akkor azt mondták, hogy Pista, téged javaslunk, hogy válaszolj. No, ez a történet ettől a pillanattól kezdve válik érdekessé. Most azonban ugye letelt a műsoridőnk, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál, innét folytatjuk. És kedves nézőink, kísérjék figyelemmel, mert nagyon sok érdekesség vár még önökre, hiszen Balsa István életútja annyira figyelemre méltó, hogy azt hiszem, hogy még most jön az igazi, a java, amelynek már mi fiatalabb korosztály is, és önök is tanulja lehettek. Úgyhogy köszönöm megtisztelő figyelmüket, innét folytatjuk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!